Az Úr legyen veletek, és a kellemetek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egy leprás jött hozzá, mármint Jézushoz, térdre borult előtte, s így kérte. Ha akarod, megtisztíthatsz. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg! Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. De Jézus szigorúan ráparancsolt, s elküldte, ezt mondva neki. Vigyázz, ne szólj róla egy szót sem senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért a Mózes rendelte áldozatot bizonságul nekik. Ám az, alig hogy elment, mindenfelé híresztelni és terjeszteni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett be nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, csendesebb helyeken tartózkodott. Az emberek mégis minden jöttek hozzá. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Felkérem nagy tiszteletű Szolári Vilmos evangélikus lelkipásztort, hogy jöjjön is, mondja el gondolatait. Erre gyere! Békesség néktek! Tehát testvérek, Jézus Krisztusban örülök, hogy köztetek, előhetek, és a bölti gondolatokat, a bölti időszakban a felolvasott ige szakaszt egy kicsit arról tegyük bizonságot, hogy mit én értem át, amikor ezt a történetet olvastam, hallottam, és mit akar ezt nekünk mondani. Egyesúrban kell megtudni, hogy leprásról van szó. Ki az, aki leprás? A lepra az annak idején olyan betegség volt, lehet, hogy a károli fordítás van, ott van a bélpoklosság, vagy hát szóval az már annyit jelent, hogy akinek leprát diagnosztizáltak, vagy ahol már ki volt mutatva a tünet, ez már annak már vége volt. Halálra ítélt ember volt. Sőt, ami még rosszabb volt, mint maga az, hogy halálos betegség volt az, a fertőzés miatt, vagy a fertőzés veszélye miatt ennek az embernek el kellett vonulnia a társadalomból. Pusztaságba, városon kívül voltak helyek, ahol gyülekeztek a leprások, és az igazán lehet mondani, az egy börtön lehetett, vagy koncentrációs tábor, vagy olyasmi valami szörnyű, ha egy ember oda került. Hát ő nem csak tudta, hogy elpusztul, hogy meghal, és szörnyű fájdalmak közt, és kellemetlen helyzetek, körülmények közt meghal, hanem ki lesz taszítva a társadalomból, ki lesz közösítve, ám bár annak voltak okok, és volt annak magyarázat, hogy ne fertőzzen meg másokat. De annak így volt, ennek így volt a rend. Nem voltak antibiotikumok, nem voltak gyógyítószerek, amelyekkel ma, hanem is teljesen legalább, hanem is meggyógyítják teljesen, hanem megállítják, vagy nyilván lelassítják a pusztulás menetét. És gondolkoztam, hogy a lepra, a betegség, a testi betegség bűnhöz, vagy bűnhöz lehet hozzá hasonlítani, amely ugyanúgy pusztítja az embert. Lepra pusztítja a testet, elrothat, elesik az embernek, vagy elrothatnak a kezei, lábai, nincs érzelme, aztán szörnyű fájdalmak közt meghal, illetve élve elkorhat az ember a szörnyűvel, és képzelni,
Így van az bűnnel is sokszor, amely csak kis előtt nem látni, hogy létre van, aztán tünetek jelen lesznek, vagy megjelentkeznek, mert hogy bűn miatt senki sem ki nem közösíti embert a társadalomból, hogy elküldje. De sokszor a bűn kiközösít minket a barátságokból, mert ember aztán csal, vagy hazud, vagy meglopja valakit. Ez mondjuk nem a ti ügyetek azt, de ha már a szélsőségbe megyünk, sokszor nem is ilyen nyilván, hanem megbántja az embert, megsérti mást. Saját magam tapasztaltam, hogy mi mindent tudnak az emberek, és úgynevezett kontos rádió, mi mindent tud mondani, és hogyan tudja elpompítani, vagy eltorzítani az igazságot. Jó, lehet, hogy az is hozzájárult annak, hogy házasságom sajnos szép omlott, ám bár a saját bűnömet is be kell, hogy vallanom abban, de az is volt egy körülmények, hogy voltak azok, akik jól idézőjelben beszéltek róluk. Hát bűn, ugyan ahogy csak a lepra pusztítja a testet, bűn pusztítja embernek a lelkét. Bűn az azt jelenti, nem csak nyilván, hogy hosszat teszünk, hanem bűn eredeti héber szó szerint, vagy egyik a magyarázata az, hogy a céltévesztés, a céltalan élet, amely nem Krisztus Jézusra van összpontosítva, és most nem nézünk arra, hogy milyen úton, melyik hitvallás, melyik kommunió terén vagyunk, ha nem Krisztusra fókuszálunk össze, hanem akármilyen bölcsnek is, és bol és tisztességes célt is tűzünk magunk elé Krisztus helyett, akkor tévúton vagyunk, és az előbb vagy később pusztulásra vezet minket. Jézus idejében sok leprás volt. Ma itt a Európában a lepra majdnem kimúlt. Egyesekre lehet számítani a eseteket. Vannak, de egyesekre, tízesekre lehet egész Európán belül számítani a lepra betegség kimutatást. És akkor is, ha van, akkor már mindjárt viszik a kórházba, és gyógyítják, és ápolják. Azok is sokszor azok, akik voltak valahol Afrikában, és aztán ide, vagy Kelet-Ázsiában is idejöttek, és megbetegedtek. De sok leprás van lelkinek. Sok ember bűn, átkal és bűnhatalma alatt annyira van, hogy ki van közösítve, hogy már nem tudja, mit tegyen magával, és pusztulásra van ítélve. Ez a mai lepra, a lelki lepra sokkal rosszabb, mint ez a valódi betegség. Érdekes még, amit szeretnék megmondani, itt a betegnek, annak a betegnek a hozzáállása. Lehet, hogy messziről kiáltja Jézusra. Lehet, hogy nagyon merész volt, és odajött, mert azt kockáztatta meg, hogy megdobálja kövekkel, kikergetik, kidobják. Lehet, hogy kutyát pusztítanak rá, vagy nem tudom, mit tennék, mert leprásnak tilos volt, nem tudom hány méteret, hogy közel jöjjön a más emberhez. Annak persze volt magyarázata, hogy ne menjen át a fertőzés, szörnyű egy ember életnek az, amikor nem tud mással kapcsolatba lépni. És ez a szegény beteg ember nem igényel semmit. Nem mondja azt, hogy te köteles vagy engem meggyógyítani, hiszen te Isten fia vagy. Azt csak a mai keresztények megint felekezeti hovatartozáson függetlenül köteles vagy Krisztus bennünket meggyógyítani, vagy megmenteni, mert mi vagyunk a reformátusok, a katolikusok, evangélikusok.
a szabad egyháznak a tagjai. Szabad egyházban a úgymond halleluja keresztények közt, a maglódi kollégám mondta, hogy azok olyanok, akkor, amikor jön a szervező is mondja, aki akar kávét, tegye le az egyik kezét, igen, csak úgy viccnek mondom, mondják, hogy mi vagyunk igazi keresztények, mert mi kaptunk igaz hitet. Ők kényszeríteni akarnak Jézust, Isten, hogy te köteles vagy nekünk. Kosszovália ajándékot adni, gyógyítás ajándékot adni, ezt azt alasz. Isten senkinek nem, semmit nem köteles. Őt semmire kényszeríteni nem lehet. Azzal nem mondom, hogy ő kegyetlen, hiszen a vég nélkül szeret minket. És a saját döntésből tette azt, hogy segít. Ez a beteg is mondja, Uram, Jézus, ha akarod, segíts rajtam. Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. Tudsz nekem új életet adni. Jézus megérinti a beteget, a leprást. Megérinti azt, akitől mások elfordulnak. Jézus a legnagyobb bűnös is megérinti. Csak ördögnek az ügye, amikor mondja, te olyan rossz vagy, olyan gonosz, olyan mocskos, olyan dolgokat, piszokságotak követtél el, hogy neked már nincs segítséged, Isten már nem fog veled szóba sem állni. Leprás, beteg egy olyan ember. Lelkileg olyan, aki már nem bízik, hogy Isten sem segít. De utolsó szalmaszánként látja Jézus ezt a szerencsétlen beteg, lehet, hogy már fájdalma is voltak, nem tudunk feltételezni, sok mindent lehet. És mondja, Uram, ha akarsz, segíts rajtam. És azt mondja, hogy én akarok. Megszánta a szegény embert, azt mondta, hogy akarok. És fontos az, hogy Isten akar nekünk segíteni. Isten akar. És kinyújtja a segítő karját. De már a szörnyen kívül ő segítsen, nem kényszerít semmire. Az Isten segítő karját elfoghatott, vagy elviheted a Jézus kezéből azt, ami szükséges neked. Lehet, hogy ő vezet téged, lehet, hogy csak itt, hogy ne oda menj, csak mutatja irányt, hogy ebbe az irányba indulj. Valakinek több, valakinek kevesebb segítsége van, kevesebb segítségre van szükség, de Isten nélkül el vagyunk veszve. Én akarok, és segítek. És Jézus megérinti a leprás, halálra ítélt embert. Megérinti a bűnöst, a legnagyobb bűnöst, és nem létezik az, hogy ő valakit kizárna, ő akaratából kizárna valakit az ő kegyelme hatása alól. Viszont ha ember, ha te nem akarsz, akkor ő kényszeríteni nem fog. De az a te döntésed, és a te bajod, és a te dolgod. Ennyit szeretnék ez az igéhez hozzáfűzni, meg a bőti gondolathoz. Bőt nem azt jelenti, hogy most nem eszünk húst, vagy nem eszünk szalonát, csak vizet és kenyeret, ám bár az is néha segít szervezetnek főképp, de az, hogy fontos dologra pontosítsunk össze a figyelmünket. Most pontosítsuk össze a figyelmünket Jézusra, mert ő azt mondja, akarok és segít. Imádkozunk. Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy mi is, akár csak ez a szegény beteg, hozzá kiálthatunk is, téged kérhetünk segítséget. Uram, segíts, Uram, add kegyelmet a szerencsétlen sokszor végén összetört életünkben. Jöjjön el, Szent Lélek, Isten, és segíts rajtunk. Amen. Amen. Thank you.
Mielőtt én folytatnám, énekeljük a 30-as számú dicséret éneket. 30-as számú éneket énekeljük. Amint vagyok, sok bűn alatt, de bizalom megnyilatkozása ebben a történetben. Amikor egy teljesen, úgy ahogy hallottuk, egy teljesen kilátástalan életből menekülő, utolsó lehetőséget meglátó ember keresi Istent. Keresi Istent, és bizalommal, határtalan bizalommal borul le előtte, és kéri, hogyha akarja, meggyógyíthatja, megtisztíthatja őt. Látjuk, hogy a 21. század embere egy kereső ember. És látjuk, hogy a 21. században élő ember, hogyha megtalálja Jézust, akkor ugyanúgy leborul előtte, és ugyanúgy könyörög, mint ez a leprás leborult és könyörgött mi hozzá. És ott van az, hogy ha akarod, ha te akaratoddal megegyezik, ez egy olyan bizalom, ez egy olyan határtalan mérföldkő egy ember életében, hogy ez valóban csak és egyedül Jézusnál történhet meg. Jézussal és Jézusnál, az Úr Jézusnál történhet meg. Csilingelnie kellett volna maga előtt, és kiáltoznia meg, kiabálnia, hogy leprás, leprás, tisztátalan, tisztátalan. Egy olyan magányból menekül, amikor már is Lukács evangéliumában hallhatjuk, leprával teljes volt. Az azt jelenti, hogy nem csak már foltocskák voltak rajta, hanem már rohadt szét, ment szét az egész ember. 20 méterre kellett volna állnia, hogyha szél irányból állt, ahol ő állt, és onnét fújt a szél, 50 méternél közelebb nem mehetett egészséges, élő emberhez.
a magán gyötörte, a fájdalom gyötörte, a betegség gyötörte, és a kilátástalanság, mert ilyeneken még életükben elvégezték a temetési liturgiát, a temetési szertartást. Ő holt volt? Élő halott. Hány élő halottként járunk elünk, hogy akkor föl sem eszmélünk. Mi is ugye keressük minden nap az Isten színét, minden nap keressük Isten Jézussal a kapcsolatot, csak arról feledkezünk meg, hogy oda tegyük, hogy ha akarod. Mi előírjuk receptre, hogy mit szeretnénk, és mire váltanánk be, és nem biztos, hogy úgy van, és akkor megkíméljük magunkat egy csalódástól. Ha akarod. Mit imádkozik a Getsemáni kertjében Jézus? Atyám, ha akarod. Atyám, múljék el tőlem ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Még ő is teljes mértékben az atyára hagyatkozik, és az ő akaratára. Tehát látjuk, hogy itt egy kereső, nyitott, amennyire zárt világban élt, annyira nyitott volt az isteni dolgok iránt, jön és keresi Istennek a jelenlétét, Istennek a beavatkozását az életébe. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét és így szólt hozzá. Lukács evangéliumában még benne van, megérintette. Megesett rajta a szíve. Itt az van szó szerint, hogy az egész belső szer, az egész belseje föllángolt, és úgy esett meg, mint a tékozó fiú apjának, amikor megy haza a fiú, és ott is azt olvassuk, hogy megesett rajta a szíve. Jézusnak megesik rajtunk a szíve. Jézusnak megesett ezen az emberen a szíve. Jézusnak megesik a 21. század emberén a szíve. Mert látja, hogy mennyire szüksége van irányra, gyógyulásra, szabadulásra. Mennyire szükségünk van nekünk is. Gyógyulásra, szabadulásra. Megoldásra. A lelki gyakorlatoknak az a fő címe, hogy megoldani, oldódni, ugye? Hogy megoldjon bennünket Jézus, mert mi már sokszor megoldhatatlanok vagyunk. Ez a helyzet is, ez a leprás esete is egy megoldhatatlan volt, már emberileg nézve megoldhatatlan. Ott már nem volt mit tenni. Jézus jelenlétében az Úr Jézusnál megoldódik. Akkor vagyunk hiteles bizonságtevői az isteni dolgoknak, hogyha az Úr Jézust mutatjuk be az embereknek, hogy ő az, aki megold, ő az, aki teljes mértékben megtisztít, ő az, aki teljes mértékben gyógyít. És megesik rajtunk a szíve. Ez olyan szép, ugye? Hogy Istennek a szíve megesik rajtunk. Hogy annyira együtt tud érezni. Mert akinek megesik a szíve rajtunk, az teljes mértékben, teljes egészében beleéli magát, és itt ez a görög szóban, beleéli magát az ő helyzetébe. Ezt fejezi ki ez a görög kifejezés, hogy megesett rajta a szíve. Beleélem magam az életébe, a helyzetébe. És kinyújtotta a karját. Isten mindig kinyújtja a karját. Mindig. És megérint. Ez az isteni érintés akkor érvény, akkor éljük meg és éljük át, amikor jövünk és leborulunk Jézus előtt. Ha akarod, megtisztíthatsz. Erre rögtön elmúlt a leprája,
és megtisztult. A Jézussal való találkozás minden egyes nap, minden egyes alkalommal, amikor az Úr Jézust keressük, amikor az Úr Jézust hoz megyünk, az nem instant, hogy azonnal oldódó kávé, de hogy rögtön megoldódunk, az biztos. Tehát olyan csoda történik az a kapcsolattal, hogy kitárul előttünk a világ. Mert amikor Jézussal találkozunk, akkor mit csinál ez a leprás is? Azonnal megtisztul, azonnal meggyógyul, és már is megy a városba, és kezdi híresztelni, pedig némasági, vagy szótlansági fogadalmat helyez a szívére az Úr Jézus, hogy ne nagyon kürtölkes. Visszakerül a közösségbe. Egy magányos, kitaszított, kinézett, lenézett, megvetett élet Jézusban megoldást talál, Jézusban megoldódik, föloldódik, és visszakerül az övéi közé. De ahhoz mindig, hogy az ember megtalálja az utat az emberhez, ahhoz mindig Jézus kell. Mert hogyha Jézust kihagyjuk, akkor megtalálunk ugyan utakat, meg megtalálunk kapcsolatokat, de az egészen más töltettel fog bírni, mint sem Jézussal. Vagy Jézusban megoldódva, Jézusban meggyógyulva, Jézusban megtisztulva. Akkor sokkal értékesebb lesz. Sokkal értékesebb lesz. Értékesebb lesz az élet. Értékesebb lesz az étel. Értékesebb lesz a kapcsolat. Értékesebb lesz a saját magam értékelése. Az önértékelése. Jézusban, Jézussal, ha leborulunk előtte, akkoriban nem borultak le csak Isten előtt. Tehát ez nem volt csak egy olyan, hogy bárki előtt leborultak. Egyedül Isten előtt borultak le. Tehát amikor mi lélekben leborulunk az Úr Jézus előtt, és kérjük föloldozásunkat, akkor Jézus kinyújtja a karját, megérint, és azt mondja, akarom, tisztulj meg, és azonnal megtisztul. Tehát látjuk, hogy az élet meneti kríziseink Jézusban oldódtak meg. Jézus által, Jézussal és Jézusban, Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban, ahogy a Szentlélek liturgiában is halljuk, megoldódunk. És ő ad aztán egy egészen más iránt célt és küldetést. Menj, mutasd meg magad a papnak, és vigyél áldozatul az ő Mózes törvénye szerint bizonságul nékik. Tehát látjuk, hogy Jézus küldi őt, hogy végezze el a szertartást, ami akkor meg elő volt írva. Tehát nem írja fölül, nem mondja azt, hogy menjél csak sérefikálni úgy, mert a pap minősíthette őt tisztának egyedül az akkori előírások szerint. De egy egészen más kontextusban történik, és vidáman meghíreszteli, úgyhogy már Jézus kívülre szakad a társadalomból. Látjuk, hogy segít egy társadalomból kitaszítottan, és a végén Jézus lesz a társadalomból kitaszított, mert már nem mehet be nyilvánosan a városba, mert már figyelik, nézik, és érdeklődenek iránta, lehallgatják idézőjelben, meg keresik, hogy hol tudják utolérni cselekedetében, szavában az Úr Jézust, hogy ezt felhozzák ellene vádként. Tehát látjuk, hogy ő meggyógyít, megtisztít, egy társadalomból kitaszítottak, és ugyanakkor ő válik magára véve a következményét, hogy mi történt, hogy történt. Sokszor nem figyelünk arra, hogy miket beszélünk.
Mert hogyha figyelnénk arra, hogy miket beszélünk, akkor nem sodornánk kellemetlen helyzetbe magunkat, környezetünket, szeretteinket, barátainkat, meg és a többi mindenkit, mert meggondolatlanul beszélünk. Hát itt is egy kicsikét annyira nagy volt a boldogság, annyira nagy volt az öröm, annyira nagy volt a helyehúja, hogy sajnos ezt nem vitte el szárazon az Úr Jézus. Tehát látjuk, hogy azért sokszor nem olyan egyértelműek a dolgok a világban, az életünkben. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nagyon egyszerű, ugyanakkor nagyon sok mindenre kell figyelnünk, nagyon sok mindenre kell ügyelnünk, hogy az életünk és a bizonságtételünk és a gondolataink, a cselekedeteink, a szavaink, azok mindig óvatosak legyenek. Szóval azt jelenti, hogy figyelnünk kell, meg bármi, de óvatosan kezeljünk dolgokkal. Így van. Óvatosan kezeljünk a szánkat, a cselekedeteinket, a dolgainkat. Emiatt Jézus, nem mehetek nyilvánosan be a városba, inkább távolabbi, csendesebb helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindeninnen jöttek hozzá. Aki az Isten bármennyire visszavonulót fúj, az még jobban gerjeszti, hogy másünnen is, messzünnen jönnek hozzá. Tehát, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy az egyház visszavonulót fújt, vagy visszavonulóban van a 21. században, az nem igaz. Mert minél inkább visszahúzódik, visszavonulóban van, idézőjelben, annyira és annál inkább nagyobb a vonz ereje, hogyha Krisztus, Jézus Krisztus van a középpontban. A vonzerő az határozottan vonzza az embereket magához. Tehát a visszavonulásban is van valami megható, valami isteni, valami csodálatos, amikor visszavonulunk mi is a saját kis szobácskánkba, saját kis magányunkba, saját kis csendességünkbe, az olyan megható tud lenni, és óriási vonzerővel bír. Mert aki csak kifele él, az egy idő után elveszíti maga körül az embereket, mert akkor csipcsak, csilcsak, mindegy más-más virágra száldogál, más-más közösséget keres, de aki visszavonultan él, és maga csendességében, abban van valami varázs, valami vonzó, valami olyasmi, ami nekünk is hiányzik, hogy olyan életet éljünk, mint hogy Jézussal megoldódva és feloldódva abban a félrevonult helyen, csendesebb helyen, távolabbi helyen, a nagy zajtól, a nagy zsinattól, a nagy zsinadrattától. Tehát látjuk ebben a mai történetben, hogy egy bizalom, egy emberi bizalom, határtalan bizalom mennyi fölösleges fájdalomtól, kibírhatatlan élethelyzetből, kilátástalanságból ad megoldást. Egy bizalmi lépés Jézushoz menni. Nagy bátorság. Itt is le van küzdve a előírás szabálytörni. Egyenesen Jézushoz. Egyenesen. Jézushoz, és elmondani neki mindent. Föltárni, elmondani, és az érintés az nem marad el. Az isteni érintés és a kinyújtott kar. Isten mindig kinyújtja a karját felé. Te még csak keresed őt,
te még csak keresed. És ő már kinyújtja a karját, mert azzal kezdődik. Kinyújtotta kezét, és megérintette őt. Mi még csak keresünk. A 21. század embere még csak keresi a megoldást, a kilátástalanságból. Keresi azt a vonzerőt az egyházban, kivétel nélkül, felekezeti hovatartozás nélkül. Keresi a vonzerőt. De hol van a vonzerő? A Jézusi kinyújtott karnál, a Jézusi érintésnél és a Jézusi távolabbi, csendesebb helyen való létezésnél. Nem kell mindig nekünk reflektorfényben tündökölnünk. De amikor rákapnak az ízére, a Jézusi ízre, a Jézusi isteni ízre, akkor messzűnen, távolról, az egész vidékről, ahogy olvassuk az evangéliumban, az emberek mégis mindenünnen jöttek hozzá. Mindenünnen. Tehát ez a csoda. Az egyházat is. Mindenünnen jövő emberek érdeklődenek az egyháznak a bizonság tétele iránt. Olyan nincs, hogy nem, hogy félre van téve, hogy le van írva az egyház, hogy megsemmisítve van az egyház. Olyan nincs. Csak távolabbi, csendesebb helyen van. És mégis, még a legnagyobb ellenségeink is, az egyháznak a legnagyobb ellensége is, mindenünnen jöttek hozzá. Jönnek Jézushoz. Vizsgálják, nézik, hallgatják, figyelik, és a többi, hogy ki is ez a Jézus. És akkor mi elgondolkodhatunk, hogy a mi bizonságtételünk, a mi életünk, a mi dolgaink valóban közvetítik-e maradéktalanul és kizárástalanul azt a Jézus Krisztust, akiben nekünk a mennyei Atya megoldást ad a kitaszítottságunkra, a figyelmen kívül hagyásunkra, a magányunkra, a számkivetettségünkre, és sorolhatnám tovább. Tehát látjuk, hogy Jézusban megoldódik minden, mert ő az, aki megérint. Még Lukács evangéliumából felolvasom ugyanezt a történetet, mert ő még egy kicsikét jobban árnyalja, Márk ő eléggé egyenes vonalon, tömören adja át nekünk ugyanezt a történetet. Lukács utána járva részletesen még egy kicsikét kiszínezi. Így szól. Amikor Jézus az egyik városban tartózkodott, egy leprával borított férfi meglátta, eléborult és kérte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Erre kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától. Meghagyta neki, hogy ne mondja el senkinek, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánd fel tisztulásodért a Mózes által előírt áldozatot bizonságul nekik. A dolog hite mégis egyre jobban elterjedt, nagy tömeg gyűlt egybe, hogy hallgassák, és ki meggyógyuljon betegségéből. Ő azonban elvonult a pusztába, és imádkozott. Tehát látjuk, hogyha Jézus messzire megy, és csendesebb helyet keres, az nem öncélú, magamat kivonom a forgalomból című jelenet. Tehát ő nem vonta ki magát a forgalomból.
Jézus határozott céllal megy a pusztába imádkozni. Átimádkozni, átbeszélgetni, átelmélkedni, átjárni az egészet. Tehát látjuk, hogy amikor az ember keresi, az Isten keresésében elmegy a végletekig, mint itt a leprás elment a végletekig, és áthál mindenféle korlátot és mindenféle tiltást, akkor pontosan az Úr Jézus Krisztus tudja azt, hogy mit kell, és mit hogyan kell kezelni, és mit hogyan kell tenni. Legyünk vonzók, még abban a visszavonultságunkban is, abban az elcsendesedésünkben is, abban a kies helyen is, ahol vagyunk, amikor vonjuk ki bátran magunkat olykor a forgalomból. Barátságoknak szokták mondani, amikor nagyon szoros, túl szoros valakivel a barátság, hogy egy kicsikét, egy időre, most ne beszéljünk egy hétig telefonon, vagy ne társalogjunk. Ugye? És akkor utána feltöltünk, már alig várjuk, hogy beszéljünk, már alig várjuk, hogy találkozzunk, alig várjuk, hogy megosszuk a gondolatainkat, az érzéseinket, az történéseket a környezetünkkel. Ugye, hogy az a vonzó szilencium, mert a szerzetesi életben is van szilencium, amikor nem beszél, nem koketál, nem csarampol, nem csinál semmit, szilencium van, csönd. Hírzárat. És akkor, amikor szilencium véget ér, olyan kedélyesen tudnak beszélgetni. Én láttam egy kartaúzi kolostorról szóló dokumentumfilmet, az STV2 adta valamikor az éjszakai órában, nem tudom miért adnak éjszakai ilyen jó dokumentumisorokat, és ott a kartaúzi szigorú hallgatási fogadalmuk van a kartaúzi szerzeteseknek. Nem, egész héten nem beszélnek. Egyedül amikor beszélnek, az annyit beszélhetnek, hogy mennek az ötször egy nap, éjszaka is kellene kettőkor, hajnalban és a többi, mennek este, napközben egyedül imádkozni. Akkor hallhatják egymás hangját, mikor mondják a zsolozsmát. Utána megy mindenki vissza a cellájába, és ott olvas, dolgozik, elmélkedik, van egy kis kertecske minden cellához, ott kapál, ott madarat etet, ott ásózik, ott nem tudom, hogy mit csinál, visszamegy a cellájába, egy hétig csönd, senkivel, egy muk sem. És eljön a vasárnap, mennek imádság mindenféleképpen, közös ebéd, és ebéd után meg lehet törni a némassági fogadalmat, kimennek a parkba, vagy a télen a közösségi terembe, és ahogy ott mutatja be ez a dokumentumfilm, hogy milyen kedélyesen, kacagva, jóízűen beszélgetnek és örülnek egymás társaságának, ezek az egész héten némasági fogadalmukat betartó szerzetesek, hogy milyen, hogy kivirulnak és kiteljesednek, és utána, amikor véget ér ez a beszélgetés, vissza minden, és kezdődik a hét előről. Na nem mondom, hogy mindenkinek kartaúzi szerzetesnek kell lennie, de annyit lehet tőlük tanulni, hogy ezt a jézusi visszavonulás, ezt a jézusi csendet, ezt a jézusi félelső helyre, és mert a vonzereje sokkal, sokkal nagyobb, a vonzereje. Ez olyan, mint amikor jó finom kenyeret süttök otthon, és az illata már terjeng, már fönt az emeleten is lehet érezni, hogy milyen finom, és akkor már mikor oda kerülök, hogy megegyem azt a kenyeret, akkor beteljesedik az az egész
finom illat, íz, kombináció, és élvezzük jobban. Tehát amikor mi csak az illatát érezzük, legyünk illatosak. Illatosak. Van olyan terápia is, ugye, hogy aromaterápia. Legyünk illatosak. Vonzók mások számára. Legyünk vonzók mások számára. És bátran, bizalommal menjünk Jézushoz. Bizalommal. Olyan határtalan bizalommal, amilyen bizalommal senki és semmi felé nem mehetünk. A Szent Háromságos, egy igaz, örök élőisten, ez a legnagyobb, amivel mi kiállhatunk, mehetünk, borulhatunk le, hogy bizalommal, határtalan bizalommal. És ez a gondunk nekünk, hogy naponta nem is tartjuk eszünkbe, vagy kiesik be, és akkor mindig vissza kell nekünk térni, mindig vissza kell nekünk igazodnunk, hogy ez a bizalom mindig mélyül jön. Mert az Isten keresés az minden emberben és minden embernek a tulajdonsága, hogy keresi az életének az értelmét. Keresi Istent, mert az én életem értelme csak egyedül Istenben válik nyilvánvalóvá. És amikor megtaláltuk a mi életünk értelmét, akkor valóban úgy, mint ez a meggyógyult teprás, és megyünk, és bizonyos örülünk annak, hogy Jézus visszaad bennünket, és visszavezet bennünket abba a közegbe, amely közeg magából kitaszított, kizárt és kilökött. Úgyhogy legyünk vonzók mások számára, legyünk mindig Jézusra mutatók, hogy azok, akik keresik életük értelmét, célját és közepét, Jézusban megtalálják. Mert egyedül ő általa, ő vele és ő benne van maradásunk. Amen. Imádkozzunk. Hadd a Bibliátnak egy szíves felszállalát. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam,
mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Amen. És mivel szívünkben Isten iránti szeretet lobog, ezért bátorkodunk így imádkozni. Mi Atyánk, ki van a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg mindannyiótokat a Szent Háromság egyik az örök élő Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Helyünket elfoglalva, a 32. énekünk első versszakát olvas, énekeljük. Ó, Sion éke, tőzbe küldetése, mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagyasz ki népe lelkedet, senki sem ében, bőnben veszi el. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött ide, közénk, közösen elmélkedhettünk, közösen gondolkodhattunk, és fürdethettük a lelkünket, szívünket abban a nagyvonalúságban, amely a mi örökké való, Szent Háromságos Istenünkre érvényes. Menjetek békével, a lelki gyakorlat mai része véget ért.